A hétvégén rendezték meg a járási polgárőr találkozót Dombóváron. Az eseményen az átlagon felül teljesítő polgárőrök kitüntetésben részesülhettek, és a járás minden egyesülete képviseltette magát. A rendezvényen közel 100 fő gyűlt össze egy jó hangulatú ebédre. Ma Dombóváron járási polgárőrnapon vagyunk, és nekem, mint rendőri vezetőnek kiemelten fontos, hogy támogassuk a polgárőrséget, és nagy öröm önnek szolgál, hogy most itt a városban is egy önálló polgárőrnapot ünnepelhetünk. Elmondhatom, hogy a polgárőrség egy olyan professzionális, kvázi rendvédelmi szervé vált az elmúlt 30 évben, hogy a rendőrség és a lakosság mindig számíthat a polgárőrség segítségére, működésére. Nekünk, mint akár körösszolgált végrehajtás, de akár önálló feladatnak az átdelegálásában is nagyon fontos szerepe van a polgárőrségnek, és kimondottan el lehet mondani, hogy ma közbiztonság és bűnmegelőzés polgárőrség nélkül nem létezik, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy ezt az együttműködést fenntartsuk, és az ő munkájukat segítsük. Azok kaptak elsősorban nyilván elismerést, oklevelet, kitüntetést, akik a átlagtól egy kicsit többet tettek, kiemelkedik a teljesítményük. Én személy szerint a Kocsalai Polgárőr Egyesület vezetőjét, Károlyi Károly urat részesítettem oklevélben. A rendőri vezetés egyöntetően kiemelte, hogy nagyon aktív a polgárőr kollega, és rendszeresen részt vesz a szakma egyeztető megbeszéléseinken, és mindent megtesz azért, hogy jól működjenek. Másik részről pedig a Dombóvári Polgárőr Egyesület vezetőjét, a Borbánát részesítettük elismerésben. Egyrészt az ő szerepe nagyon fontos, mert azért mégiscsak a járás székhelye Dombóvár, és nagyon fontos nekünk, hogy itt helyben, magában a városban működjön egy jól szervezett polgárőr egyesület. Talán legfontosabb erényének hoznám fel, hogy egyre több ifjú polgárőr lép be a testületbe, és azért ez a jövőt előrevetítő, hogy még hosszú ideig számíthatunk az ő munkájukra. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere is ellátogatott a találkozóra, és elmondta, manapság milyen lényeges szerepet tölt be a polgárőrség. Azt gondolom, hogy rendhagyó módon járási rendezvényről döntött a Tolna megyei polgárőr egyesület elnöksége, de számunkra ez megtisztelő, hiszen azt gondolom, hogy olyan nagy szükség a polgárőr mely napjainkban van, még soha nem volt. Nyilván az elmúlt 30 néhány év alá támasztott azt, hogy igenis rájuk szükség van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a határhelyzet, a Covid nehezet, azt gondolom, hogy összevonunk mindent, nincs a világon annyi rendőr, aki ezt a helyzetet kezelni tudna, és ezért nagyon örülünk, nekik vannak olyan állampolgáraink, akik szabad életünként arra használják, hogy a közbiztonság érdekében dolgozzanak. Széles János, a Tolna megyei polgárőr szervezetek szövetség elnöke, kiemelte, milyen lényeges ez az esemény vármegyei szinten is. Én azt gondolom, hogy maga a hangulat megalapozása ebben a köszöntővel, illetve elismerések átadásával már egy jó hangulatot. Ha nem is lesz semmi más, már jól érezzük magunkat. A dombóvári polgárőr találkozó finom ebéddel és jó hangulattal várta a vendégeit.